hajós, aki még nem volt velünk túrázni. Igen, a Sirius csapat, igazok a Sirius csapat. Jó, akkor velünk nem voltak, de nagy tapasztalatok. Nagyon szép helyre fogunk menni, gyönyörű a kilátás, látunk rálátni a Balatonra, Badacsonyra. Egy külön zárt teraszunk lesz. Jó lesz, szép lesz.
vagyunk az északi oldalon, mert bizonytalan az időjárás, és bármikor visszaerősödhet olyanra, mint tegnap. Arról ne is beszéljünk, ha olyan lesz, mint éjszaka volt. Reméljük, olyan nem lesz. Tehát elkrajcolunk Révfülöpig. Révfülöpig maradjunk az északi parton, és Révfülöpnél majd rádión megmondom, hogy hová megyünk, de 99% hogy Szemesre fogunk menni. Ha esetleg beerősödne viharos szél, akkor pedig Lellére megyünk, lejtünk, mert Lellére majdnem hátszéllel, vagy ilyen bőszéllel be tudunk menni, akkor nem fogunk rajcolni Szemes felé. Jó, de ez majd akkor a Révfülöpi saroknál, Révfülöpi kikötő előtt megmondom, meg eldöntjük, ugye, közösen. Nem állunk meg. Révfülöpön nem állunk meg, tehát cél a Szemesi kikötő. Jó, lehetőleg maradjunk közel egymáshoz, és a part alatt szépen elvitorlázunk. Jó, elindulunk. A Szemesi kikötőt mindenki ismeri, tudjátok, hogy hol vannak a vendéghelyek, beállunk, és akkor ott a... Hol van? Ki a Rock Café kedvence? Ferenc testvér? Én? Igen. A Rockburger. Hát ha kiszolgálnak, én nagyon szívesen oda megyek. Jó. Jó, hát megpróbáljuk megbeszélni, hogy legyen ott valami ember, aki tud nekünk jó burgereket csinálni, és de akkor oda fogunk. De engednek minket akkor. De ha engednek, akkor van szakember, aki megcsinálja. Van szakácsunk. Van szakácsunk. Afraid you'll say something.